Ki ez a jány? Ez a... Vannak nálad Pokémonok, az enyém vagy. De én nem Pokémon vagyok, hülye gyerek, nem veszed észre? De nem az, hogy mivel neked vannak Pokémonjaid, ezért az övé vagy. Konkrétan így rád gerjed azért, a puszta tényért, hogy vannak Pokémonjaid. Egy olyan világban, ahol mindenkinek van, szóval, hogy... Sem nagy igényei... De nem, mert a szakácsoknak nem volt. Sem nagy igényei nincsenek ennek a lánynak, sem pedig tartása, szóval, hogy így... Ez sem sok, tehát... Első srác leállul, kinek vannak Pokémonok. Hát ismerünk ilyet a valóvilágban, csak az Pokémon helyett pénztárca. Lazák az erkölcsei a lánynak, mint egy galánc. Nagyon finoman fogalmaztál. Ez még egy junior trainer, tehát nem tudhat sokat a világ működéséről még. Még sokat kell komolyodnia, tanulnia. Mondhattam volna mást is, de inkább nem mondom. Bazd meg! Elaludtunk. El. Dr. Fate Slip. Ura, kezdve az támadásunk. Dr. Fate mikor fejlődik tovább? 26-os? Mennyesen vagyunk? 24, azt hiszem. Ja. Ha takarodj innét. Úgy. Ez az... Mindig várom ezt a csilingelő hangot. Legszebb hang a játékban szerintem. Tudod, hogy keményen küzdettél ezzel a plusz egyért. Moment. De nem is ember, hanem teknős. Jó, hát... Ennyielőben most azt szóval is mondtad, hogy Pokémonok nem is szuperhősök, hát most... Hát, de ez így is van. Dorkodóról volt erről egy cikk, hogy különböző embertípusok az alapján, hogy hogy nevezik el a Pokémonokat. Az jó volt. Ja, a troll és akkor direkt ilyen dick fegvet meg ilyenekre. Az a legjobb. Hogyha csinálnék Pokémon, tudja, hogy azt csinálnám. Hát nekem a napokban jött egy Buttplugs nevű Beedrill. Wonder Trader. Segdugasz szó szerint. Buttplugs. Csináltam róla a screenshotot és beletettem a cikkbe, úgyhogy majd benne lesz. Híres lett ez a Buttplug. Mit mondtál, milyen Pokémon? Beedrill. Beedrill. De még találó is az a poén. Hát persze, ez a két, a karján lévő ilyen fullánkszerűség. Ja. Mert múltkor láttam, hogy a... Ugye a rasszista Pokémon nevek, azt láttad? Nigger, meg ilyenek voltak. A izén van, a... Global Trade Stationon vannak ilyen fucking nigga, meg Hitler, meg ilyen elnevezésű Pokémonok. Hogyne nem lehet lelki világa annak az embernek, aki ilyet csinálta, jó ég. Na lenni ilyen... Fölmész netre és ilyen Pokémonok lennek, hogy Horti, Szálasi. Csak ilyen diktátor csapat. Kim Jong-un. Ja. Mao Tse-tung. A Sid Meier Civilization játékban nem értettem soha, hogy Stalint meg Hitlert nem lehet beletenni, de Mao Tse-tung az mindig benne van a kínaiaknál. Háromszor több embert ölt meg, mint az első. Ráadásul... Stalin meg Hitler együtt. Ráadásul Mao Tse-tung a sajátjait ölte, szóval. Ja, tudom, hát miért Stalin is? Stalin pontosabban őket is. Szerinted Onyxot kiírtjuk? Egy water gunnal? Csak azt biztos, hogy kiírtjuk, csak hogy ő egy támadással legyőzze minket. Biztos, hogy benne legyőz, mint a szar. 41 HP-val mondjuk.
nyomat egy screenshot, vagy egy tackle-t, vagy ilyesmit, azt simán ki túléljük. Megpróbáljuk? Én nem kockáztatnám meg. Jó. Elfogadom, hogy megvétóztad. Nem. Sokat ér, tehát hogy nem éri meg a kockázat, valamikor nem éri meg a kockázat, tehát hogy... Ez, ilyet simán túléltünk volna amúgy Skirtől a Gembine-ot. Hát persze, de nem tudhattuk. Ugyanez lett volna a sorsa, mint ahogy most. Úgy. Szuper effektív. Csak akkor lehet, hogy most már átváltozott volna a Warthor tulé. Miért nem következőnek akkor? Hát így azért gyorsabbak vagyunk jóval. I need to be the ultimate trainer. Hát akkor meg sokat kell ehhez még gyakorolnod. Nézd meg a kis többszit, én vagyok az ultimate trainer. Jó, akkor egy szensúlyú az kezdésnek nem rossz. Ó, szerintem hogy tudom, hogy kicsoda. Volt egy AJ nevű karakter az animéből, akinek egy szensúlya volt, legyőzte est, meg utána még a rakéta csapatot is, és azzal a két harccal lett meg a 100. győzelme. És ha azt hiszem, hogy legyőzöd ezt a srácot, akkor a meccs után fogja mondani, hogy 99 győzelme volt, és ez lett volna a 100. És az a... animéhez akkor volt egy ilyen kis visszacsatolás. Igen, igen, igen. De majd külön beszélek vele a harc után, és akkor majd meglátom, hogy az-e, akire gondolok. Arra emlékszem az animéből, az jó volt. Szerintem tudod, az a zöldhajú srác. Vízbe edzette a pokémonjait. Igen, igen. Nekem amúgy az animének az elején ő volt a kedvenc karakterem. Csak ilyen egy epizódos karakter volt sajnos. Sokszor úgy kezdtem játékot, hogy azt a nevet használtam. Ez para volt ez a csata. Jól egyengítette Emmát. Ó, 16-os Aquaman. Na végre. Nem csináltál eddig semmit, de... De azt ugye eddig sem. Is volt ahhoz a tovább fejlődj. Van rajta két fa levél, nagyszerű. Aha. Igen, ő az. Újra kezdem a 100 győzelmes... Rábasztál. Hirtencsúval. Tehát minden nap korán kell, hogy fejlessz a pokémonját. Bucket-set basszhatja. De nem veszik észre, hogy egy bidővel nem tudnak befutni? Tehát, hogy... Érted? Nézd meg nekünk mi van, meg nézd meg neked mi van, és hasonlítsd össze, hogy... Tehát, hogy nem... Szerintem eltaláljuk Rocktrollval? Nézzük. Nem. De. De. Ennyi is volt. Beedrit most újra elkezdték használni. Mibe? Mivel kijött az Omega Ruby meg az Alpha Zafir. Kapott Mega Evolúciót. Ja, fasznak. Hát figyelj, most nem szar Pokémon, csak kockázatos. Szóval, hogy az egy fokkal már jobb. Nagyon jó speedje meg damage-e van, csak ugyanúgy szinte mindentől meghal. Mm. Most nem haszontalan, csak nagyon kockázatos használni. Sok profi használja is a csapatába meg a Beedrillt. De a Pokémon bajnokságokat szoktam nézni neten? Nem. Milyen bajnokságokat? Hogy ki mit használ, meg milyen izé? Nem, én így a kompetitív dolgokkal így inkább a Facebook csoportokon keresztül vagyok tisztában. Aha. Van egy olyan csoport is, aminek tagja vagyok, ahol vannak úgynevezett gym leaderek, hogy különböző típusokat használnak, de úgyhogy az egész csapatuk abból van, és ki lehet őket hívni. De durva. Mi megbeszéltek, hogy mikor legyetek fel mindketten online, és akkor így ki tudod őket hívni, és vannak ilyen megtervezett ilyen badge-szerűségek is, amiket így ki tudsz tenni a profilodhoz, hogyha legyőzted valamelyiket. De jó, ez tök ötletes. Csak nem, hogy nincs lekorlátozó 8, hanem az összes típusból lehet, és minden típusnak van egy gym leadere, és így tudsz jelezni, hogy mondjuk összeraktál mondjuk egy tök jó tűztípust, vagy fűtípust, és akkor szeretnél valami adminisztrátorral megküzdeni, hogy elég jónak tartanak ahhoz, hogy gym leader legyél.
Pöpec. Kreatívosok a pokémonosok is akkor, szubkultúra szintjén. Aha. A Geodude előről azért jobban néz ki, mint hátulról. Sprite-ről. Aquaman meg inkább furán néz ki, mint szépen. Aquaman valami alkoholistának tűnik, aki mindig így figyorok. Ja. Jöjjt egy Charmander, csak lenne rajtam még két ilyen szar, nem? Beöltözött farsangban. Igen. Elkezdtünk meccseket nyerni Aquaman-nel. Ime kicsit gyorsabb. Hát... És a cél egyértelműen... Blastoise. Az ultimate. Muszáj legyen egy Blastoise-nak a csapatban. Ezzel egyet. Ezzel szerintem mindenki egyetért. Goma egy Super Bug Pokémon. Sok pizét nézhetett ez a gyerek Power Rangers-t. Go Go Bug Rangers, és akkor így... Go Go Caterpie. Ő a Zöld Ranger. Ja, szó szerint. Legtöbben még mindig színészkednek amúgy, amikor utána néztem, melyik Rangerből miatt mi lett. Tudom, én gondolkodtam most az előbb? Na. Sokan ugye úgy hívják a fűes cigit, hogy hernyó. Hogy vajon a Pokémon világban úgy hívhatják a fűes cigit, hogy Caterpie? Hát inkább Weedle, mert benne van a Weed rögtön. Ja, tényleg, tényleg. De erről kaptunk fanartot is. Smoke Weedle everyday. Kármilyen nincsen reálisabban megcsinálva a Pokémon, tehát lehetnének ilyen lecsúszott emberek is, akikkel tudnál harcolni, csövesek, drogosok, kurvák, nem tudom, ilyen gangsterek. Tényleg ilyen... Gangsterekkel harcolsz állam. Jó, hát de olyan gangster, ilyen anyagyilkos, ilyen pszichopaták, nem tudom. Mondjuk a hatodik generációban van egy olyan tréner típus, hogy Delinquent. És aki ilyen tetovált, rossz arcú emberkék. Wow, a zsír. Olyan akarok lenni. A női delikventek meg ilyen lengén öltözött ilyen... mindig egy nagyon kemény arc kifejezéssel vannak, úgyhogy ők meg elképzelhető, hogy idézőjelesen ilyen ja, prostiszerűségek, vagy legalábbis ilyen delikvent barátnők, vagy nem tudom. Olyan lehet, mint a, ezek a henchwomanek, tudod? Az a igen, igen, igen. A Double Dragon Ball, ilyesmi. Kinyírtuk már? Mennyi csata van még, te jó ég? 2 vagy 3 van még a legközelebbi Pokécenterig, ahol szerintem ott majd le is állhatunk. Persze, az elég. Ott tudod a bejárat... Itt nem tudnánk Pokémon szerezni amúgy? De. Akarunk? Hát azt majd meglátjuk. Ugye más kérdés az, hogy tudunk meg, hogy akarunk-e. Mi van itt? Voltorb. A szokásos szar, ami alatt ilyen Rotatát, meg ilyeneket értek. Így Voltornak örülnék. A szokásos szarnak annyira nem, de a Voltorb az jó hangzik. Te bemész egy étterembe. Igen, pont arra gondoltam én is, hogy a konyafőnök ajánlata a szokásos szar. A szokásos szar. Milyen a szokásos szar? Hát még mindig. Nem fejlődött sokat. Ó, bazd meg, várjál! Ha diget használ, akkor lehet, hogy el kéne húznunk innen. Ó! Vártunk Pokémont. Hallgöl, gyere! Ja. Mi, hogyha kijön a földbe, akkor meghalunk? Földtípusú támadás a dig. És a sziklára a szar. Aha. Az fájt volna nekünk egy kicsit. Tovább fog fejlődni a harc végén. The Thing. Annak örülnék. Hát fogsz is, mert mondom, meg fog történni. Ha nem hal meg. De nem fog. Mindig örök él. Szép. Ez egy kemény ütés volt.
két. Elég tökösnek kellene, hogy simán így pofán basszál egy izét. Szerintem írjunk ki mást a bűszvesek kedvéért. Hát ilyen slash-ekkel nem fogom, amiket kinyírni, ne szórakozzál már. Hat színnyi különbségünk van. Nem vagyunk veszélyben. De föld. De nem tudod föltámadást. Az igaz. Na nézzük. The thing is evolving. Bizony. Kis kamisból lett. Tudom, hogy esültük már egyszer-kétszer ezt a point, de the thing dovább felüld a Seth Rogennél. Hát végülis Seth Rogen meg a Graveler majdnem olyan, ugyanolyan színészi képességekkel rendelkezik. If you don't like bug Pokémon, you bug me. Owned! Most megmondta neki. Ilyenkor szokták bevágni a Tag Life-nak a zenét. Igen. Annyi olyan Tag Life-os videó van a izén. De volt egy másik is, hogy megkérdezték egy kölygyerektől, hogy why are you so fat, és akkor azóta válasz, hogy because I eat so much pussy. Igen. A cipőfűzőset láttad? Hát te mutattad nekem. Nem tudod bekötni a cipőfűzőt. Nem tudom bekötni a cipőfűzőt, nem tudom baszni a cseh. Ja, kedvencem, a legutóbb ilyen taglájfos, amit néztem, tudod, hogy egy srác így nyomja egy edzőteremet, tudod, súlyzókkal, tudod, így rúdon. Aha. És így abba adja a rápakol másik kettőt, akarra pakolni a másikat, és de csak egy súly van a másik oldalon. És ott van lett egy fasz, aki szintén nyomja, és így, hogy így nyomja a gyerek, így menet közben leveszi a súly, az egyik oldalon a súlyokat, még ráborul a másikra. És utána nézve, ami nagyon brutális, hát tudod, ilyen visszacsicskoszi a gyerek nézés, azon besírtam. Nagyon sok ilyen idő van, ilyen videó van. Volt egy olyan is, hogy valami előadást tartott a fasz idején, tényleg ilyen fehér, 40-50 év körüli szemüveges faszi öltönyben, és tök normális hangnemben adta elő az egészet, és valamiért érezte a készítést, hogy úgy fejezze be valahogy az előadást, hogy bitches vagy valami, és akkor nyomták be izé Tag Life-ot. Tökéletes. Az egy jó mém. Ja. Ohohoho. Gyógyítsunk azonnal. Nem is érdetem, miért hívott ki a sokkal kevesebb HP-val rendelkező Dr. Fate-t. Mert ő jó a harcos ellen. Látszik. Látod? Most már jó! Kis jelma nem megdöblöttünk. Messze voltunk azért attól. Dr. Fate-t nem kellett volna adni. Gyurul ellen is jók vagyunk? Jók vagyunk. Mindenki ellen jók vagyunk. Hát igen, igazából tényleg ennyi, hogy nem, nincs nagyon olyan cucc, hogy megállíthatná a pszichotípust az első generációban. Jazz hands. Miaut. Úgy beszartam, amikor elolvastam az első három betűt, hogy Mew. De aztán lehet, hogy Miaut, mert Mew-ja nem lehetne. PD azért mondjuk egy jó támadás. Micsoda? A PD, amit használt. Van ilyen PD. Aha. Hogy így pénzérmékkel dobál meg, és a harc után föl lehet szedni. Volkánát szerintem cseréljük. Rádobom szerintem az utolsó normál potiont, amik van. Azzal még jó lesz. Azt csináltad, hülye gyerek. Csak hogy ő használja, és én gyerek, én is felszedhetem a pénzt a meccs végén? Majd mindjárt kiderül. Aha. De veszhetünk még 100 aprót. Az a... Legyen majd a no. Nem és majd a legközelebbi részben menjünk menteni.
meggyógyítani. De most már nem tart sem eddig, itt vagyunk, mert közvetlen a Poké Center fölött vagyunk. Én mentenék a helyedben. Megnézzük, hogy mi jön. Magnemite, elkapjuk? El kéne. Elektromosúval lenne a csapatban Pikachu helyére. Csak még nem Vulkánával kéne venni szerintem. Jók vagyunk egyelőre, még hogyha ízét is nyomatna Sonic Boom-ot, akkor is nem tud még minket kinyírni. Még egy Aimbert rádobok, aztán megy a pokélabda. De előtt cseréljünk, én azt mondom. Hát ugye ez téged megnyugtat. Hát figyelj! Igen. Most jó. Közben ő tud támadni, érted? Tehát ezt ne felejtsük el attól, mert pokélabda. Jó, valószínűleg benne is fog maradni a labdába az első után. Fenn van a pokélabda, mert átraktad. Úgy is van. Hát ott túl aggódod. De hogyha a Charmander vagy a Charizard lett volna, akkor nem maradt volna benne a pokélabdába. Haj. Hogy nevezzük el? Yes. Magneto. Megígérted. Annyira sajnos. Megígérted. Jó. A legsablósabb Magnemite. Akkor legyen Magneto! A két óval! Jó ez így. Magneto. Ne érje az szóval a vádalom, rágalom engem, meg vád, hogy nem hallgatok rád soha. Azt az egy trénert már majd következő részre hagyjuk. Helyes. Gyógyítunk, aztán cső. Be kéne vágni ide egy csövet most. Cső. Majd beteszel egy screenshotot. Jó, de úgyis el fogom felejteni. Hát majd jutasd saját eszedbe. Aha, kösz. Jó van. Mondjuk ide álljunk le. Jó. Farkaszemet nézzük az a szerencsétlennel. Ja, így csak is sztéreljük egész nap. Három jelvényünk van. Valami creepy emberke. Van három jelvényünk van, hányunk csapattagunk? Kettő azóta? Három, mert van Diglett. Diglettet kaptunk el, mert Magnemite-ot, akiket szerintem soha nem fogunk használni. Skirtle-t is. És már talán is felüldött Voltorb-tulé, úgyhogy eseménydús nap volt. És kétszer majdnem megdöglöttünk. Ja, izgalmas volt. Azt tudnám mondani, főleg az a helyzet a Charmeleon-nal az nagyon durva volt. Hát igen, na jó van. Na, akkor reméljük, hogy jól szórakoztatok, sziasztok! Sziasztok!